köszöntsöm Önöket ezen a napló napon, amit idén először Cseténben rendezünk meg. Balták Péter vagyok, a napló főszerkesztője. És még mielőtt néhány gondolatot mondanék, engedjék meg, hogy a jelenlévő hölgyeknek a közelgő nőnap alkalmából nagyon sok boldogságot kívánjam. Én már harmadik éve csináljuk ezeket a naplónapokat Veszprém megye határszéli településein, és ahogy említettem, már idén először Cseténybe látogattunk, hogy az itt élők problémáival, örömeivel, bánataival, eredményeivel, gondjaival legközvetlenebbül is közelről megismerkedhessünk. Ez a nap nagyon jó alkalom arra, hogy a napló szerkesztőségének újságírói közvetlenül is találkozzanak azokkal, akik ezen a környéken élnek, a polgármester urakkal egy nagyon tartalmas beszélgetést folytattunk az imént, ahol nagyon sok minden szóba került, azok az eredmények is és a gondok is természetesen, amelyek a mindennapjainkat manapság körülveszik. A délelőtti program az egy teremlabdarúgó kupa volt, amelyben 6 csapat vett részt a környékből, illetve a napló csapata. Ennek az eredmény hirdetését a mostani kulturális műsor után szeretnék majd megejteni. Utána pedig egy rövid szünetet tartanánk, és a Pannon Várszínház vidám szórakoztató műsorot. Bye.
Yes.
naplónapok hagyományait ezzel, de azért előre léptünk, mert el kell, hogy mondjam, hogy azonos pontszámmal értük el a 6. helyet Téssel, a tési csapattal, az ő javukra a gólkülönbség döntött, úgyhogy az 5. helyezett a Tés csapata lett. Alig-alig csúsztak le a dobogóról, tehát 4. helyet értek el a Jáhásdiak. A 3. helyet, azaz a bronzérmet Bakonynál a csapata érte el. A képviselőjük át tudná venni egy naplós ajándékcsomagot. Amiben hát nem olyan nagy értékekre talán lehet használni majd. Második helyezett lett 10 ponttal Tudar. Thank you.
vásár. Mennyi mérgöt megetett ez velem, de megöregszök. Itt nagyon okosak a nők. Én látom, itt csetében. Nőnap jön, úgyhogy engedjék meg, hogy ma a nőket éltessem. De annyira okosak, hogy az összes férfi áll szinte. Ezt jól elintézték. Egyetlen egy férfire befészkelte magát. Azt üle kölcsfoszolja. Én azt hallottam, hogy itt nagyon okosak a férfiak, ez igaz, kérem szépen? Nem. Nem nagyon? És még haza mer menni? Hát ilyen, tud-e jó csuszi? Maga okos látom, ugye? Okos, ugye? Azt mondja, persze. Óha, megvan az én figurám. Ugyanis csak kérdezni akarok valamit. Mondjuk magától, ne nézze hátra. De milyen ügyesen csinálod, hát talán? Hát oda kell nekem, mert mondja meg kérem szépen, hogy miért húlik a férfiak haja előbb, mint a nők? Na? Fogalma sincs. Hát igaza volt, hölgyem? Eddig. Hát azért kérem szépen, mert többet vakarják a fejem. Hát amíg mi nők megoldjuk a problémát, a férfi még mindig a fejét vakarja, a Jézusom is. Hogy meg kell, hogy védjem a kopaszodó férfiakat, mert az Úristen sok szép férfit teremtett, s aki nem sikerült, azt hajjal befette. Lehet
az én barátnőm. Hát ő is eléggé halilában áll a férfiakkal. Bizony. Az te válsz. Jó, az a barátnőm. Hátul elé. Mondd, te szíved szerint, kihez mennél itt csetényben feleségül? Hát, csak is ahhoz a férfihoz, aki meg tudna halni érte. És ezt itt most nekem be is bizonyítja. Mondják, van itt önök között olyan férfi, aki meg tudna halni érte? Hú, nem sok jelentkezőt látom. Nagyon-nagyon meg vannak ijedve. Egy kicsikét kacsérkodok magukkal, jó? Aztán hát, ha a végére lesz olyan férfi, aki meg tudna... Gyere magát, gyere magát,
kérdés. Tudja-e, hogy ki a lustább, a restebb, az ökör vagy az asszony? Mélyen hallva, kiskérdés? Hát elmondom én, jó? Természetesen az asszony, mert az ökör az maga hordja a szarvait, az asszony pedig a férjével is. Oh,
Le lehet ám meg. Van itt olyan biztos önök között, aki még nem nős. Van olyan férfi? Nem bántom, csak jó találkozom. Adni! Kérem szépen! Jó tanács nősülés előtt álló férfiaknak. Első tanács fontos, hogy a férfi olyan feleséget találjon magának, aki szeret főzni, mosni, takarítani. Ugye? Második tanács fontos, hogy a férfi olyan nőt találjon, aki jól keres. Harmadik tanács fontos, hogy a férfi olyan nőt találjon, aki szereti a szexet. Negyedik tanács fontos, hogy ez a három nő ez sose találkozom egymással. A következő műsorszám Moti Györgyészen itt áll már önök előtt felöltözve szépen. Magának nagyon jó dolga.
kell csinálni, kérem, csak ülj egy széken, ez nem szabad. Szép, parancsoljon, így, nézd. Én ide jövök magához. És ebben a műsorban megmondom előre, magának lesz a legjobb dolga. Hölgyeim, figyeljenek, nem tudom, csekényben ez hogy van. Tudják-e, hogy kell bánni az urukkal? Mert én most megmutatom, hogy reggeltől estig, hogy kell kényeztetni őket. Teljbe bajba ülöttek, soha el nem elettek, csak egy kis turkál, csak egy kis turkál, csak egy turkál. A gárom is én hangyellem jár, sunnagy jár, szangaj jár, és ha a fejeket megérek már, főhajcsokkal vár. Teljbe bajba ülöttek, soha és nézd, de már azt se tudom, hogy minek beszélsz. Én nem tudom már, hogy minek beszélsz. Hisz mindennek beszélsz, de már magát. Vagy fúgyika, vagy fúgyika, se fúrgyó. Minek is beszélsz, hát. Ha azt mondom, hogy kicsit krokodílom, vagy azt nevegem nyuszi-nyuszikát. Vagy tegyük be, hogy vasolának hívom. Elérkezünk az estéhez, és tudják, aki tetszett az éjszaka rabjában tesz? Nem kell annak fényes napsugár, nem kell annak csendes, boldog házas élet. Csak az a nő, kire éppen vár. Rabja lesz a csóknak, táncnak, víg zenének. Elfelejti, mi a gond. Érezzék olyan jól magukat, amilyen jól érezte magát Szent Péter, amikor ide látogatott.
kopaszott a földre. Hát annyira jól érezte magát, kérem szépen, hogy nem akarodzott neki visszamenni. No, de hát ezt nem merte közölni az úrral. Gondolta, majd ha találkozik Szűz Máriával, akkor majd vele üzen az úrnak. Mikor találkoztak, ezt mondta. Szia, maza! Itt a földön az élet nagyon laza, mondd meg az Istennek, nem megyek haza. Részt vettek, részesei voltak ennek a produkciónak, azok sem bánták meg, és akkor sem bánják meg majd, amikor a Csetényi Televízióba visszanézhetik saját magukat. És végül elérkeztünk a nap utolsó pontjához, ahhoz a meglepetéshez, amit a napló szerkesztősége és a Pannonlapok társága előkészített önöknek. És ezek közül, az előfizetői szelvények közül sorsolunk ki most hármat. A harmadik díj egy Philips típusú kenyérpirító, a második díj egy Philips típusú mixerkép, és végül a fődi egy mikrohullámú sütő lesz. Megkérném itt a gyerekeket akkor az elején, hogy segítsenek a sorsolásban. Gyere, akkor te jelentkeztél először, turkálj bele, és akkor vedd ki azt a szervék, amelyeket gondolok, figyelj rá, hogy csak egy lehessen. Közben elmondom, hogy az nyer, akinek kihúzzuk a szelvényét, és itt is van a helyszínen. Mert hogyha nincs itt a helyszínen, akkor azt félreteszik, és újat húzunk majd. Megkérem a LAP megyei terjesztési vezetőjét, Lukács Tibort, hogy legyen segítségemre a sorsoláson, és nézzük meg, hogy akkor ki nyeri a harmadik díjunkat, a Philips kenyérpirító gépet. Kottyát Károly Csetény. Gratulálunk. Az a kérésem, hogy maradjon itt a színpadon, vegye át az ajándékot. Gratulálok mindenkinek. Illetve majd egy fotót szeretnénk készíteni a nyertesekről. No, akkor nézzük, itt kapja a második díjat egy mixergépet. Gyere! Jól kever meg, és egyet visszáll ki. Köszönöm. Nézzük meg akkor, hogy ki nyerte a második díjunkat. Következő nyertesünk, Peke Lászlóné, szintén Csetényi. Csizmadia László, Csetény.
Köszönöm szépen!